boldog szülinapot. Nagyon köszönöm. Boldog szülinapot. Köszönöm. Kedvesek vagytok. Na, mesélj a szülinapról. Mikor volt? Hanyadik? Hogy ünnepelték? Hanyadik? Hát egy nőt. Jó, 32 éves lettem a múlt héten kedden. Az ünneplés az úgy kezdődött, hogy egy kicsit fordítottam magamra időt, és elmentem a kozmetikába egy kicsit masszíroztatni. Utána hazamentem, akkor a fiúktól kaptam egy óriási csokrot, mert a Benni otthon volt, sajnos egy kicsit lebetegedett, úgyhogy a hetünket együtt töltöttük otthon. Napközben otthon buliztunk, főztünk, el voltunk, az apukám is nálunk volt, és ugye a kézilabdázom, ezért sajnos edzésre aznap el kellett menjek, ez egy kicsit elcsorolódott felmentés. Ezt nem lehet mondani, hogy nem megyek-e, mert a szülinapon van. Gondolkodtam egyébként azon, hogy bejelentem, mert van 3 nap ilyen szabing, amit kivehettünk, de nem játszottam el ezt a jokert ma aznap, úgyhogy az edzés után elmentünk kettesbe romantikus vacsorára a kis férjemmel. Ezzel lepett még meg valamint egy páros tájmasszázsa, mert most nagyon-nagyon rá vagyok kattanva a masszázsokra. Egyszerűen ezt tud most kikapcsolni engem, és úgyhogy azt még be kell hajtsam rajta, mert még azt nem mondta, hogy mikor megyünk, csak hogy kaptam egy ilyet. Ja, kaptad, de még nem mentetek. Igen. Aha. De amellett sem menjünk el, hogy férfiként meg kell jegyeznem, hogy nagyon tökéletes frizurád van, tehát hogy ez jaj, köszönöm. Szépen így a tehát új. Komolyan olyan, mint egy katalógusból, egy picit a reklámokban szokták így meglibbenteni, ja, hogy... Ez úgy stílus. Igen, ezt így decemberben találtam ki magamnak, egy kicsit meguntam a hajamat, egy kicsit megosztó, tehát van, aki azt mondja, hogy tetszik, van, aki nem, de én élvezem, én tetszik. Nagyon szeretem, úgyhogy szerintem ez a lényeg, hogy egy nagyon jól érezze magát a bőrén. Volt jelentősége annak, hogy milyen jellegű étterembe mentetek? Hát én nagyon szeretem az olasz éttermet, és hát szerintem több mint 10 éve kuncsaftja vagyunk ennek az étteremnek, úgyhogy ugyanoda mentünk, ahova általában szoktunk a szülinapomon, mert nekem megunhatatlan. És ugyanazt eszed? Nem, abban azért az elején így kezdődött, igen, évekig szinte ugyanazt tettem, de most már azért próbálkozom újításokkal is. Ti mennyire vagytok ajándékos típusok? Tehát olyan értelme ajándék, hogy meglepetés legyen az ajándék. Nem tudom, meg lehet még lepni egymást. Igazából a fiúk megleptek, tehát nyilván számítottam rá, hogy kapok egy virágot, de nem tudtam, hogy mikor. A masszázs is egy meglepetés volt, tehát hogy ajándékozunk, de csak egy ilyen főbb alkalmakor, tehát karácsonykor, szülinapkor, mit tudom én, Valentin napkor, mert ez most aktuális lesz, el fogunk menni valószínűleg vacsorázni, nálunk ott nem ajándékozunk, tehát a kisebb ünnepeket azt most nem koronázzuk meg ajándékokkal, próbáljuk meglepni egymást, próbáljuk kitalálni, minek örülne a másik. De és mi ez a masszázs őrület? Tehát azt gondolnám, hogy te azért élsportolóként a masszázsal már megismerkedtél. Igen. Miért most? Igen, az egy kicsit a sportmasszázs, az teljesen más, mint mondjuk egy tájmasszázs, vagy egy ilyen alakformáló masszázs, az is kell néha nőknek. Igazából persze egész életemben jártam masszíroztatni, de egy kicsit most azt vettem észre, hogy a múltkor beszélgettünk az én időről, hogy ebben tudok a legjobban kikapcsolni, tényleg a telefont is kint hagyom, nem nyomkodom, és egy kicsit relaxálok, és úgy a testemre is magamra fordítom azt. És kifejezetten a tájmasszázsra vagy rákattanva? Most arra vagyok rákattanva, de minden nemű masszázsra. Két dologra vigyázz, az egyik, mert én is jártam, és egy kicsit hiányoltam, hogy elfelejtették azt a két dolgot megkérdezni tőlem, hogy nem bujkál-e bennem valami betegség, és nincs-e mozgásszervi probléma. Utóbbi a Gábornál volt gond, mert úgy megtekergették, hogy a derékfájása még rosszabb lett. Én meg ilyen megfázás elején voltam, és ugye ott azért, hogy nyirokmasszást is csinálnak, és olyan rosszul lett. Tehát úgy tört ki rajtam a végére, hozta, hogy ezt belehalok, úgyhogy az úgy nem menjél. Én ezt az olajos fajtát, tehát nem főként adom, nem a tekergetőset, hanem az olajosat. Az jó. És ilyenkor mindig így közösen mentek? Nem. Ez most egy meglepetés a szülinapomra, hogy talán életünkben egyszer voltunk egy ilyen páros masszázson, de talán azt még én vettem neki, mert nagyon akaratos voltam akkor még, és persze majd együtt elmegyünk masszíroztatni, de ezt most ő találta ki, szóval lehet, hogy szeretné. De várjál, a páros masszázs az, hogy fogjátok közben egymást kezét, vagy mi? Nem, egymás mellett, igazából... Egy méterre fekszenek egymástól. Egymás mellett fekszenek. Járkacsintotok a másikhoz. Egyébként az első ilyen alkalom után megbeszéltük, hogy jóformán szerintem semmi értelme nincsen. Semmi, mert beszélgetni nem lehet, mert rád szólnak, hogy legyél csöndben, mert zavarod a többieket. Nem, a férjed szóra, hogy minek szólsz, hogy
Figyelj, nem azt mondom, hogy én is elmegyek, és azért megyek oda, hogy kikapcsoljak, hogy csöndben legyek, mm-hmm. tehát most tök mindegy, hogy fekszik mellettem egy gyürge, vagy nem, tehát érted? Fekszik otthon is lehet mellettem, nem választ, hogy olyan mindig. Igen. Annyi, hogyha ismerős fekszik, elhúzzák a függönyt. Na és tessék azt gyorsan elmondani nekünk, hogy hogy lehet kordában tartani egy ilyen macsó embert, most már ennyi ideje, és hogy, hogy mi a jó házasságotok titka, ha jó. Én felteszem, hát, hogy jó. Mindig elmondom, hogy milyen óriási hullámvasútban működünk. Most egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól vagyunk, meg fent vagyunk, aminek én ilyenkor így kivirágzok. Volt nekünk küzdelem az életünkben, meg sokszor voltunk már olyan mélyponton, hogy én gondoltam arra, hogy lehet, hogy már vége is lesz ennek, de hát mindig sikerült ezt így felhoznunk, meg megoldanunk. Mi a titka? Most végre elkezdett megint edzeni, és formálódik a felső teste, és újra azt látom, lassan, ki van ettől egyébként, ha ezt hallgatja, kiborul megint. Jó, hogy azt látod, akit annak idején igen, láttál. Igen, azt a nagyon izmos kis kajakos férjemet, és ott látom újra az izmait, és mindig mondom neki, hogy szívem, vártam egy 2,5 évet, de úgy látszik, megérte. Na, én ezért nem tudok azzal mit kezdeni, mikor azt írják, hogy most az aputest a menő, és az, szerintem azt nyilván azok mondják, akik nem sportolnak. De ugye, hogy fontos? Ugye, hogy egy nőnek is fontos az, hogy... Figyelj, azért úgy ismertem meg, hogy hát egy Adonis volt a nők álma, meg minden. Nyilván volt egy kis zuhanás, de azért nem olyan óriási, hogy most a hasat növesztett, de hát azért volt itt, ott van rajta, vagy volt rajta. De most ő is rájött magától, hál' Isten nem nekem kellett folyamatosan csesztetni, figyelj, már fogyjam el le, hanem úgy az egója megszólalt, hogy igenis azért én vagyok a Kucsera Gábor, és a testemet azt visszahozzuk jó formába, hogy azért nyáron a csajok megnézzenek a strandon, és nem, mellesleg nekem is csinálja. Teljesen mindegy, nálunk ebben nincs probléma. Mindegy, csak csinálja, igen. Üdvözöljük innen is, és hát további hosszú éveket kívánunk nektek. Nagyon együtt. Szépen, köszönjük. Ez fontos, igen, ugye? Igen.